És ahogy már említettük, a Szigorlat mai vendége a DK árnyék pénzügyminisztere Bodnár Zoltán. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! És a ma reggeli kérdező társunk a Csak Nők rovatban, a növekedés.hu alapító főszerkesztője Kamasz Melinda. Köszönjük neked is, hogy eljöttél, tiéd az első kérdés. Hát ugye én azzal kezdeném rögtön, mivel Emilia felvezette, tehát ön, mint ugye a DK-nak az árnyék pénzügyminisztere, de a jegybank valódi alelnöke is volt. Mit szól ahhoz, hogy valóban vezették a kamatsapkát, tehát például a lakosságnál 20 millió forint feletti betéteknél nem lehet akármennyi kamatot adni a kereskedelmi bankoknak. Egyetértenek önök ezzel, vagy nem? Hát a legkevésbé sem. Három aspektusa van ennek az ügynek, gyorsan mondom. Az egyik az egy szakmai, hogy mi is ennek a hatása. Ez egy teljesen kontraproduktív intézkedés lesz, mert mi fog történni? Ja, az fog történni, hogy azok a pénzek, amiket ki akarnak szorítani ezekből a bankbetétekből, ezek nem fognak az állampapírra visszavándorolni, és főleg nem fognak hitelezésbe vándorolni. Ugye a Nagy Márton azzal indokolta ezt az intézkedést, hogy csökken az állampapírállomány lakosság tekintetében. Ugye a háztartások az idén 400 milliárddal kevesebb állampapírt vettek, és a keresletet kívánják megnövelni annak érdekében, hogy csökkenjen az állampapírok hozama, és az államnak olcsóbb legyen a hiány finanszírozása. Ez nem fog megtörténni. Egyrészt azért, mert az intézményi befektetők számára nincs alternatív, vonzó, attraktív befektetés. Az időhorizontja ennek a befektetésnek teljesen különböző. Az, aki egyhetes bankbetétben tartja a pénzét, az nem fog három hónapos, egyéves és öt éves állampapírokba menni. Ez tehát egy abszolút kontraproduktív intézkedés, a cél nem lesz elérhető. A bankok ugyanúgy 18%-ot fognak kapni a jegybanktól az egynapos betétre, ugye az irányadó kamatra. Mellesleg szólva, ha a pénznek egy jelentős része átvándorolna valóban állampapírokba, és csökkenne ezzel a jegybank kamatkiadása és évvégi vesztesége, ennek a hatása egészére tekintve körülbelül olyan 8-9 milliárd forint körülre tehető. Kerekítési hiba az államháztartás szempontjából, az égvilágon semmilyen makrogazdasági jelentősége nincs. Ez az egyik eleme. A másik eleme az, hogy ez egy egészen veszélyes üzenet. Ha a kormány lehet azt mondani, hogy a 20 millió forintotnál többet megtakarító magánszemélyek, az ügye az nem érdekel senkit, fizessenek a gazdagok, van nekik pénzük, ne keressenek rajta ennyit. De hát ezzel az intézkedéssel ma 20 millióban húzták meg a határt, holnap ez lehet 10, 5, 2, 1, holnap után jöhetnek a devizabetétek, azután jöhetnek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások. Láttunk már ilyet. Indulnak el a rémhírek, amikor ilyet mond egy közszereplő. Nem, de nem, ez nem rémhír kérdése, ez magának az intézkedések a módjáról szól, hogy ez van benne. Ha ezt megteheti a kormány ezen a területen, akkor bármit megtehet. És van ennél, legalábbis számomra, mégiscsak pénzügyi jogász lennék, egy sokkal súlyosabb kérdés, ez a nézőket talán kevésbé izgatja, de a rendszer szempontjából fontos. Azt tudnélik, hogy itt egy egészen egyszerű hatáskör elvonás történt. A monetáris politika alakítása, ez a jegybank alapvető és kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a jegybanktörvény egészen világosan úgy rendelkezik, hogy ezt a monetáris politikát a jegybank önállóan alakítja ki, meg is jelöli az eszközöket, amiket alkalmazhat, és az eszközök egyike az, hogy a jegybank árfolyamot és kamatokat határoz meg és befolyásol. Amikor tehát a kormány egy rendelettel kamatplafont állapít meg, akkor ezt a kizárólagos jegybanki hatáskört vonja el. A hivatkozási alapja pedig a háborús vészhelyzetre történő felhatalmazó törvény, de ez sem igaz egyébként, hiszen a törvény elég világosan megmondja, hogy milyen összefüggésnek kell lenni az intézkedés, az elérni kívánt cél és a vészhelyzet kihirdetésének alapjául szolgáló ok, vagyis a háború között, a háború és a kamatplafon között az égvilágon semmilyen összefüggés nincs. Most a megtakarításokról beszélt elsősorban, mennyire lesz ez hatással a hitelfelvételi kedvre? Ugye pont a lakásvásárlások ügyénél én is említettem, hogy most azért csökkent, visszaesen. Nem lehet, hogy az lesz, hogy sokan azt látják, hogy mondjuk kevesebb lesz a kamat, amit a hitelre fizetniük kell. Nem lesz kevesebb, beindul. De szó nincs, ez semmiféle összefüggés nincs a két intézkedés között. A hitelek kamatai nem lesznek olcsóbbak, amíg 18%-on van az irányadó jegybanki alapkamat, addig
minden vállalkozói és természetes személynek nyújtott hitel ennél magasabb lesz. Ez azon egyszerű oknál fogva, hogy a jegybank az nulla kockázatot jelent egy kereskedelmi bank számára, ehhez képest minden más gazdasági szereplő kockázata magasabb, tehát magasabb kockázati felárat fognak alkalmazni. Ez egy abszolút diszfunkcionális intézkedés. Nem ez az első egyébként a kormány elmúlt mondjuk fél vagy egy évi tevékenységében. Az ársapkák bevezetése az pont ugyanilyen hatású. Egészen pontosan lehet látni, hogy az évelején bevezetett ársapkák, élelmiszer ársapkák és az ehhez társított júniusi intézkedések, amikor a kereskedőláncok különadóját felemelték, termékdíjadót megemelték, és számos egyéb intézkedést tettek. Ezekről szerintem még fogunk majd külön akkor beszélni. Akkor indult el az infláció. Viszont igazán. Még egy kérdés, hogy ha ennyire veszélyes ez az intézkedés, a gazdaságra, a rendszerre, a jegybank autonómiájára nézve, akkor hogy értékeli azt, hogy reagált erre tegnap egy háttérbeszélgetésen Virág Barnabás a jegybank részéről, ugye úgy fogalmazott, hogy a tegnapi kormány intézkedések kapcsán még egy kis időre van szükségünk, hogy lássuk, hogy hogyan fognak hatni ezek a különböző részpiacokon. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a jelenlegi kamatszintre van szükség minden releváns részpiacon az infláció letörése érdekében. Szóval, hogy egy nagyon mérsékelt reakció ez. Ez egy elég nagy baj, hogy a jegybank nem veszi komolyan a saját függetlenségét és integritását. Ez egy egészen súlyos beavatkozás a jegybanki függetlenségbe. Már régen tiltakoznia kellett volna, de nem csak most. Már akkor is, amikor a jelzálog hitelekre bevezette a kormány a kamatsapkát, de ott legalább lehet azt mondani, azzal érvelni, hogy az egy szociális feszültséget okozó kérdés volt, aminek széles köre van, és akkor ezt valamilyen módon kezelni kell, az is beavatkozása a jegybanki függetlenségbe. Tehát akkor elnézést, akkor a kamatsapkával, tehát a hitelezési kamat sapkával azzal egyetért? Nem értek egyet vele, egyáltalán nem értek egyet az intézkedés bevezetés módjával. Ezt nem kormányrendeletben kell előírni, hanem jegybanki rendelkezésben, ott ezt meg lehet tenni, de ott is egyébként úgy lehetne ezt helyesen megtenni, hogy nem a bankokra terhelek további terhet, az ő teherviselő képességük mérsékelt egyébként, hanem azt mondom, hogy az a költség, és ez a jövőre nézve is igaz, ugye ha kifut a kamatstop a jelzálog hiteleknél, akkor ott nagyon súlyos fizetési problémák keletkezhetnek a hiteladósoknál, hogyha vissza kell térni a jelenlegi kamatszintre, hanem akkor azt kell mondani, hogy a bankok fizetik ezt, állják ezt a különbséget azzal, hogy a rögzített alacsony kamaton tartják ezeket a régi jelzálog hiteleket, és mindazt a veszteséget, amit itt elszenvednek, azt viszont a bankik megemelt különadó terhére elszámolhatják, tehát annyival csökkenhet. Ez egy rendben lévő megoldás lett volna, de formailag azt a lépést is a jegybanknak kellett volna megtennie, és nem a kormány. Van-e mögött egy belső harc is, Nagy Márton, hogyne? A kormány és a jegybank és Matolcsy György? Ha visszautalhatok a felvezetőjükre, ugye itt az történt, hogy 2013-ban, amikor Matolcsy Györgyöt kinevezték jegybankelnöknek, akkor az elnök úr úgy gondolta, hogy ő egy személyben, mint egy ilyen personál unió, lesz gazdaságminiszter, pénzügyminiszter és jegybank elnök is. Tessenek visszagondolni, hogy minden létező kérdésről a jegybank véleményt nyilvánított, oktatáspolitika, agrárpolitika, infrastruktúra, bármiről, mindenről volt ezer gondolatuk, és ebből a szempontból érdektelen, hogy egyébként egy szakmailag felkészült stáb jó anyagokat is készített és jó javaslatokat tett, de hát ez nem a Magyar Nemzeti Bank dolga. És nem neki kell megmondani, hogy 3 perc alatt hogy fogjuk utolérni az Ausztria fejlettségi szintjét, amire ugye Orbán megrendelést adott neki. Most egy fordított helyzetet látunk, Nagy Márton, korábbi jegybanki alelnök átült a kormányba, és gazdasági miniszterként, vagy majdnem gazdasági miniszterként úgy gondolja, hogy ő meg még jegybank elnök is egy személyben, és nem csak a fiskális politikát, hanem a monetáris politikát is ő fogja alakítani. Hát én nem tudom, én nem tisztem megvédeni a dolgot, de azért különleges időket is élünk, azért nem lehet azt mondani, hogy most azért egy ilyen szokványos időszak van. Ha visszatérhetnék az ársapkákra, akkor említette, hogy az infláció akkor indult el, amikor az ársapkákat bevezették? Nem, az infláció elindult 2017-ben. Ez abból a szempontból érdekes,
hogy az az infláció Magyarországon van, ugye azt mondja Orbán, hogy ha nem lenne háború, akkor fele lenne az infláció, ez is rendben van egyébként, nem igaz, de ha tegyük fel, hogy a fele, akkor a 11%-os magyar inflációval kellene elszámolnia, szemben mondjuk a fele akkora, vagy ötöd akkora Európai Uniós inflációval, a maginflációban állunk 23% körüli, ehhez képest az Unióban ennek a negyede vagy ötöde az uniós átlag. De ugye a januárban bevezetett ársapkák jelentették az egyik hatást, és ezt fejelte meg a különadóknak a megemelése, a kereskedelmi láncoknál a tavalyi évre is egy pótadó kifizettetése és az idei mértékek megemelése. És az a veszteség, amit így elszenvedtek, az már nem volt kompenzálható, tehát azt, amit ők veszítenek az ársapkás élelmiszerárakon, ezt a veszteséget szétterítik minden más egyéb termékre. Ez egészen pontosan látszik az élelmiszer áremelkedés május-október közötti drámai mértékű növekedésében. A DK-nak ugye alapelvárása a kormánnyal szemben, hogy csökkentse, vagy legalábbis próbálja megállítani az infláció növekedését. Még mindig a kérdés az, hogy ezt hogyan tudná megtenni. Olybá tűnik, hogy könnyű ezt mondani, de egyelőre nem nagyon látunk a környezetünkben sem ellenpéldát. Viszont az látszik, hogy a DK-nak elvárása lenne például az áfa, mint bevételi forrás csökkentése. Jogosnak tűnik a másik oldalról az a válasz, hogy hát miért csökkentenénk az egyetlen egyébként legnagyobb mértékű bevételi lehetőségünket, amikor üres az államkassza. Hát ugye, akkor kezdjük innen a végéről, hogy miért üres az államkassza, arról lehet beszélgetni, azért, mert két kézzel szúrja a kormány a pénzt még mindig. 1000 milliárdos nagyságrendben van nem tervezett rendkívüli adóbevétele a kormánynak áfából és a különadókból. Ezeket pedig nem arra használja, hogy ezt az inflációs folyamatot megtörje vagy lassítsa, hanem mindenféle egészen elképesztő célokra. Tessék végignézni a kormányhatározatokat, 100 milliárdokat szúr két kézzel a kormány az éveleje óta, és itt nem az évelei 1600 milliárd forintos lakossági eszia visszatérítés, 13. havi nyugdíj és egyebekre gondolok, hanem egyedi programokra. Arról van szó, hogy a forgalmi adónak, általában az inflációt persze nehéz csökkenteni, vannak világgazdasági hatások, de nem egészen úgy van, ahogy mondja, vannak országok, ahol már megfordult az inflációs trend, Horvátországban, Dániában, Baltikumi országban is, az Egyesült Államokban is. Az mit jelent, hogy megfordult? Tehát lényegesen csökkent, vagy elindult? Van, ahol lényegesen csökkent, van, ahol kevésbé csökkent az infláció. Tehát ennek az az oka, hogy a világgazdasági hatások mérséklődnek, a szállítási láncok helyreállnak, az alapanyag ellátás helyreáll, a gázár normalizálódik a világpiacon, és így tovább. Tehát azok a külső hatások, amik egy gazdaságot érnek, azok kezdenek egy kicsit kisimulni, és ezek csökkentik az inflációt, ha nincs a belső gazdaságban jelentős probléma. Mi nálunk ugye az az alapvető kérdés, hogy az az infláció, ami itt van, az döntően magyar termék, ezt a maginfláció mutatja. A maginfláció az energiaárak, a hatósági árak és a feldolgozatlan élelmiszer árak nélkül számított infláció. Na jó, de a végén mégiscsak tehát az van, nincs külső hatás. Amire Anita utalt, hogy az önök 5-6 pontos javaslatából az eurót vegyük ki, mert annak nincs költségvetési vonzata. Az 5 pontból egy az, ami a bevételeket emelné, például a kaszinók megadóztatása. Az összes többi drasztikusan csökkentené, mert az élelmiszerek áfájának csökkentése, energiaáfa csökkentés, osztálykárok kifizetése, rezsitámogatás kiterjesztése, ez mind viszi a pénzt a költségvetésben. Ez viszi a pénzt, de a költségvetésben van extra pénz, amivel nem tervezett az ezévi költségvetés. Ez olyan kb. 2000 milliárd forint lehet az, ami az inflációs bevétele és a különadóból származó bevétele a költségvetésnek. De ezt már elég sok erre kellene költeni. Meg azért most is, amiket megnevezett a külföldi példák mentén, inkább a külső tényezőket emelte ki, és nem olyan belső intézkedéseket, amiket mondjuk jó lenne, vagy tudnánk itthon is alkalmazni. Van, ahol alkalmaztak ilyen intézkedéseket. 0%-os áfa van, talán Dániában, Lengyelországban is tervezik. Megengedte az Európai Unió,
hogy 5%-nál kisebb mértékű áfát is lehessen alkalmazni ebben a rendkívüli helyzetben, és az árnyék kormány által javasolt intézkedések azok átmeneti jellegűek. Egyrészt a mostani legszorosabb időszakra, amikor még az infláció növekedése várható, és az élelmiszerárak növekedése is várható. A nyári aszálykárok hatása az majd most fog lassan begyűrűzni az élelmiszerárakba. Az energia az pedig egy elemi kérdés. Tehát az, hogy azt mondja a kormány, hogy 5% az alapvető energiának az ára, vagy 5% a legalapvetőbb élelmiszerek ára. Itt nem nagyon sok termékre kell gondolni, hanem a legalapvetőbbekre. Egy-kettőnél már most is van, de azoknak a körét kellene bővíteni. Sajnos fogjuk ez még ez ezt a témát folytatni, mert hogy még idehaza emelkedőben van az infláció. Köszönjük szépen, és a kérdéseket is. Köszönjük, hogy itt voltak ma reggel.